Nagyon sok gazdálkodó még mindig nem számol utána a termelési költségeknek, és sokan a talajok pH értékének árulkodó jeleire sem fordítanak kellő figyelmet. Szakértőinket kérdeztük a témában, érdemes megszívlelni a gyakorlati tapasztalatokat. A kárműz 150 éve kálciummal foglalkozik, kálciummal és olyan anyagokkal, amelyek a kálciumhoz köthetőek, úgyhogy ebben biztosan profi, mindent tudunk erről az anyagról, és ezt az anyagot most a mezőgazdaságra adaptáltuk. Egy olyan anyaggal jövünk, amely a precíziós gazdálkodásba is illeszthető, de akár egy hagyományos gazdálkodásban is nagyon hasznos lehet. A kollega, aki majd a gyakorlati kérdésekkel foglalkozik utánam, nem csak használja, mint gazda, hanem kimondottan teszteli is ezt az anyagot, megnézte, hogy a Terrakalko 95 milyen módon, milyen hatással tud a gazdák rendelkezésére és hasznára lenni. Kimondottan azért, hogy amit teszünk, azt haszonnal tegyük, okosan gazdálkodjunk, beépítsük a kálcium utánpótlást, a Terrakalko 95-öt a gazdálkodásunkba. A cégünk hosszú idő óta foglalkozik hidegen kevert műtrágyák előállításával és egy precíziós gazdálkodási programmal, a Jógazda programmal, és ennek kapcsán rendszeresen végzünk műtrágyázási kísérleteket Szántóföldön, több száz parcellát takarítunk be minden évbe. Gyakorlatban a termelők nagy része nem igazán foglalkozik a pH-val, pedig Magyarországon több mint 1 millió hektár olyan terület van, ahol ez komoly gondot okoz, és ahol alacsony a pH, ott a kalcium ellátással is komoly gondok vannak. A mi méréseink szerint egy 4,5-5-ös pH, meg egy 6,5-es között, akár tonnás különbségek, vagy másfél tonnás különbség is lehet buzába. Az azt jelenti, hogy míg a 6 fölötti pH-nál ugyanazzal a kezeléssel egy buza 9-10 tonnát is akár tud teremni, egy 4,5-5-ös pH-nál ugyanez a kezelés, ez ilyen 7 körül van csak, vagy 7,5. Most a Terrakalko azért kiváló ebbe a dologba, mert műtrágyaszóróval szórható, 18-20 méterig egyenletesen teríthető, nem kell hozzá külön berendezés. Ha évente szórjuk ezt a 2-3 mázsát, vagy a pH-tól függően akár egyet is, akkor gyakorlatilag a talaj termő rétegében mindig be tudjuk állítani azt a pH-t, meg azt a kalcium mennyiséget, ami a termeléshez kell. Ez különösen akkor lesz éles, amikor nem 6 tonna buzát akarunk, meg 7 tonna kukoricát, hanem mondjuk 9 tonna buzát akarunk, meg 15 tonna kukoricát. Tehát minél többet akarunk termelni, ez alma inkább foglalkozni kell. Ugye ma egy 6 tonnás buza az 8 aldó se. Tehát azt tudom mondani, hogy ez nem a jövő útja, így úgy gondolom, hogy a Terrakalko 95, ami a jövő útján segíthet bennünk a többlettermelésben.